Vasárnap délelőtt ért véget a 12. országos diákparlament. A diákok a pénteki nyitó plenáris ülést követően szombaton szekcióüléseken tárgyaltak az oktatás és a diák élet mindennapjait érintő fontos kérdésekről, hogy aztán megfogalmazhassák javaslataikat a döntéshozók számára. Az ODP munkája végül egy 63 pontos ajánlás elfogadásával zárult. Több szekcióban dolgoztunk, viszont nagyon sokszor visszatértek ugyanazok a témák. Idén a legfelkapottabb téma, hogyha szabad ezt így mondani, akkor az a mentális egészség volt és a mentális higiénia. Itt, hogyha jól emlékszem, akkor több mint 20 ajánlási pont volt ebben a témában, és még e fölött volt, ami legalább egy kicsit is érintette. Voltak visszatérő pontjaink, amik a 2023-as ODP-ről maradtak. A tavalyi országos diákparlamenten elfogadott 58 pontos javaslatcsomagból 22 pontot maradéktalanul, 12-t részben teljesített a kormányzat, számolt be mindenről Maruzsa Zoltán. A köznevelésért felelős államtitkár sikeresnek ítélte az idei rendezvényt is, kiemelve a résztvevők felkészülten, példamutató munkával dolgoztak együtt azon, hogy az ajánlások összeálljanak. Valamennyi ajánlási ponton végigmegyünk közösen, átbeszéljük. Ebből az oktatási kormányzat utána adott esetben jogszabályokat módosít, egyes projektekre forrásokat biztosít, van olyan is, amire azt mondjuk, hogy ezzel adott esetben nem értünk egyet, de mindenképpen van egy olyan konstruktív szakmai munka, ami az elmúlt egy évet is jellemezte. Csepakovics András polgármester a zárószavazást követően tartott sajtótájékoztatón örömének adott hangot, hogy Székesfehérvár immár 5. alkalommal adott otthont az országos találkozónak. Egyrészt itt vannak ezek a küldöttek az ország minden részéből, és nyilván jó hírét viszik a városnak, akkor az önmagában is fontos, de fontos a tartalmi pontok, ajánlások vonatkozásában is, hiszen ezek zömében persze az állam irányába fogalmazódnak meg, de azért vannak benne olyanok, amelyek hatnak egy településre, és lehet, hogy nem önkormányzati feladatot jelent, de részben mi is tudunk segíteni rajta. Például a diák önkormányzatok működését és támogatását többen felvetették, programszervezést többen felvetették, az iskolai épületek felújításának a kérdését, kollégiumi épületek állagmegóvását is említették. Az országos diákparlamentet 2014, 2017, 2020 és 2023 után idén már 5. alkalommal rendezték meg Székesfehérváron, ez évben 112 fiatal részvételében.